Sziasztok! Sokáig törtem a fejemet, hogy hogy tudnám a legújabb információt megosztani veletek, és ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálok egy nagyon-nagyon rövid kis videót eljuttatni hozzátok. Miről is van szó? Arról van szó, hogy van egy új projekt, amiben indultunk, nem most persze korábban, de úgy néz ki, hogy működik, nagyon működőképes, elég rendesen utána is néz előttünk, tehát nem kell félnünk, hogy egy ilyen egyhetes, kéthetes, háromhetes kis projektről lenne szó. Mi a lényege? Talán úgy tudnám a lényeget röviden összefoglalni, hogyha egy hasonlattal élek. Képzeljétek el, hogy valamelyik bank, mondjuk UniCredit, vagy OTP, vagy mindegy, amely, bármelyiket ismeritek, vagy a világon bármely bank, azt mondaná, hogy figyelj ide, barátom, én kiadok egy új bankkártyát, és az új bankkártyával az egész világon lehet majd fizetni, pénzt váltani, bármit csinálni. Hát mondom, ez olyan, hogy ez már nagyon sok volt. De azt mondja, hogy ezzel a bankkártyával, aki kriptóval foglalkozik, annak nagyon-nagyon lényeges lesz ez a kártya, mert ezen a kártyán belül egyszerre tudsz fiat pénzt, tehát forintot, dollár, bármit váltani kriptóra. És viszont is igaz, hogy a kriptó pénzedet is ezen a kártyán, illetve az applikáción belül át tudod váltani bármilyen fiat pénzre. Na, ezen már elgondolkoztam, és azt mondta, hogy figyelj ide, most van egy ilyen előregisztrációs időszak, egy meghatározott mennyiséget fogunk kiadni, és ha te szeretnél ebben most részt venni, mint ilyen előregisztrációs vagy előszerződés formájában, akkor nem csak, hogy te, amikor használod ezt a kártyát, abból te visszatérítést kapsz minden egyes használatnál, hanem a világon bárhol, ahol ezt a kártyát fogják használni, te abból, mint előrészvényes, részesedni fogsz. Ó, mondom azért, ez azért nem semmi, mert hogyha belegondolok, mondjuk durván 300 millió ember van a Földön, aki kriptóval foglalkozik, legalábbis erről ezt hallottam, na most ha annak csak a fele elkezdi használni ezt a kártyát, és én, aki részvényessé váltam, vagy résztulajdonossá váltam ebben a programban, akkor én ebből mindegyikből egy picit mindig fogok valamit kapni, még ha ilyen piciket is. Na hát körülbelül ez lenne az egyiknek a lényege. A másik fele a projektnek pedig egy sokkal, vagy az is egy érdekes dolog, ott azt mondják, hogy a szerencsejátékkal a világon mindenhol foglalkoznak. Tényleg nem tudunk olyan részét a Földnek, ahol szerencsejátékkal ne foglalkoznának. Lottótól kezdve a totóig, a különböző fogadásokig, a kutyafuttatástól kezdve, lóversen, bármi. És ha azt mondja nekem, mondjuk a szerencsejáték ZRT-hez hasonlítom, ugye, mert az ugye Magyarországon ő uralja ezt a részt, azt mondaná nekem ez a cég, hogy figyelj ide, barátom, résztulajdont tudsz most vásárolni egy bizonyos időn belül, bizonyos határon belül. Ha te résztulajdont vásárolsz, akkor bárhol a világon, ahol elterjed ennek a szerencsejáték platformnak a használata, lottót vesznek, totót, bármit, akkor te állandóan jutalékot fogsz kapni azok után, akik játszanak. Tehát nem csak a saját játékot akarsz játszani, nem akarsz játszani, teljesen mindegy, hanem bárhol a világon, aki használják majd ezt a projektet, te azután részesedést fogsz kapni. Hát úgy belegondoltam, hogy ha tudomásom szerint csak lottóra gondolok, hogy Magyarországon mennyit árulnak, mert Amerikában például naponta 120 millió lottó megy, Ázsiában meg ennek aztán a többszöröse, hát ha én ezekből mindegyikből kaphatok valóban egy ilyen picikét, biztos, hogy mindegyikből csak picikét fogok kapni, de a sok millió picike azért jelentős összegre rukhat. Na, hát ennyit röviden a projektről, ezzel a kis hasonlattal élve. Gyakorlatilag el is mondtam, persze ez nem a hivatalos tájékoztatója. Ha felkeltett az érdeklődésedet, én szívesen megosztom veled a további információkat. Ez csak azért mondom el nektek, hogy innentől kezdve az információ nálatok van, tudtok róla, vagy éltek vele,
vagy nem. Én már jó helyen vagyok, az én pénzem már biztos. Hangsúlyozom, ez a lehetőség sajnos csak korlátozott ideig van, egy meghatározott darabszám elérésekor lezárul. Úgyhogy jó döntést kívánok nektek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!